Sziasztok! Én Mózes János Áron vagyok, 11 éves, gyermekvasutas. Nagy álmom, hogy egyszer majd mozdonyvezető leszek, és nagyon hajlok e felé, ezért gyermekvasutas lettem. Mindenkinek ajánlom egyébként, akinek 4,5-es átlaga van, vagy fölötte, az a legjobb, ha fölötte. És akkor aki szeretne gyermekvasutas, vagy ugye majd nagyvasutas lenni, annak mindenképpen ajánlom a gyermekvasutat. Széchenyi egy gyermekvasut Budapest. Itt lehet egyébként jelentkezni, van egy weboldaluk, link a leírásban lesz. Jó, na a reklámról ennyit egyébként. Ebben a bemutatkozó videóban arról szeretnék beszélni, hogy miről lesz szó a videóim nagy részében. Sajnos nem a vasútról, mert nem fogok kimenni a vasútra videózni. Lehet, hogy néha-néha lesznek olyan videók, de egyelőre nem arról fog szólni a nagy rész. A nagy rész az állatokról és a traktorokról fog szólni. Ugye, ma mindenképpen fel fog kerülni egy tyúkos videó a YouTube csatornára. Tyúkos videó is, vagy tyúkos, bocsánat, tyúkos. Malacos videó is fog felkerülni. Malacokból csüngőhasú disznók vannak. Jó, birkák, vagy hát juhokról is fel fog kerülni videó. Az nem a mai napon, az majd később. A tyúkokról fog ma felkerülni. És manyurakról is. Van macskánk is, majd arról is csinálok videókat, vagy hát egy videót, mert a macskákról nagyon nem tudok mind mondani. Van egy kutyám, Buksinak hívják, ő egy foxi, róla is fogok videót csinálni. Jó. Traktorok alatt mit értek? Van egy Kiotink, ami 35, tehát Kioti 35, vagy Kioti CK 35, azt hiszem. Nem akarok hülyeséget mondani, mutatok majd róla itt képet. Utána van egy másik Kiotink, ami Kioti 50, valamilyen 50, bocsánat, nem tudom. És van egy belarusunk, ami 82, jó erős. Ugye van 80-as és 82-es. Kérdezhetek, hogy mi a különbség közted, de ezt majd abban a típus ismertető videóban is el fogom mondani. Ugye van a 80, annak nincs összkerék hajtása, annak csak a hátsó kereke hajt. A 82-esnek, bocsánat, itt ilyen hülye most a napfény, nem számít. A 82-esnek pedig van összkerék hajtása, ugye, tehát ott, ha úgy akarom, akkor az első kerék is tud hajtani. Rendben, ez a bemutatkozó videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!